Na, mi van, he? Mi, hogy van? Mi történik? Merre vagyunk? Hogy vagyunk? Kopogtak? Nem kopogtak. Hát remélem, hogy nem, mert felvétel van, ilyenkor ne kopogjál. Megöljük. Felvétel közben kopogtak. A nézők kopogtak, hogy itt vannak, kopogtatnak az ajtónk előtt, hogy hadd nézzék meg a legújabb videónkat, ami mi lesz, mert te készültél ezzel a fantasztikus játékkal. A legújabb videónk alkalmából mind a ketten pőrére vetkőzünk majd. Nem. Egy kicsit csavartunk most, elhoztuk a kultúrának egy újabb szeletét szerintem, leemeltük a felső poszra. Ugyanis most megint egy talált ki játék lesz, de annyit csavartunk rajta, hogy most azt kell eldönteni a képek alapján, hogy horror vagy sem, most miért mentél ennyire messze? Azért rájöttem, hogy sokkal jobb így kicsit. A szimmetria, hát ilyenek kicsit is kibalanc. Na most már igen. Van szép érzék, gyerekek. Most már csak a softboxot kell lecserélni, és amúgy már majdnem úgy nézünk ki, mint egy YouTube csatorna. Szép érzék az pacek. Szóval igen, horror vagy sem, és az lesz lényeg, hogy a képek alapján el kell dönteni, hogy a film az horror vagy sem, ugye ebben lehet játszani, stratégiázni, és mit nevetsz már csak megint? Csak tetszett, nagyon jó, a szüleimnek is nagyon tetszettem. Igen. És a pontszámozás pedig úgy lesz majd, úgy találtam ki az uhany alatt, hogy ha elsőre kitalálod, várjam, találjuk ki most. Az a legjobb, legyen. Na, szóval nálunk mindig nagyon egyszerű a pontrendszer, elsőre kitalálod, akkor 254 pont, hogyha csak másodikra. Elsőre legyen az, hogy akkor legyen, első kitalálod 3 pont, másodikra kitalálod akkor 2 pont, harmadikra akkor 1, és ha kitalálod pluszba a filmnek a címét, akkor az plusz 1 pont, de viszont ha nem találod ki, ugye akkor durva. Bukta. Igen, azt mondtad, hogy az, ugye szigor van tényleg, hát mert nem lehet kettőt tippelni, ugye. Tehát az elsőnél azt mondtad, hogy szerintem ez horror. Nem az. Oké, másik igen. Szerintem ez nem horror. Valóban. Igen. Igen, szóval itt egy szigor lesz most, úgyhogy aki nem talál ki elsőre, akkor az bukó. Jó, és akkor plusz pont jár, hogyha tudod a címet. Kalapács. Ha konkrét címet tudsz, akkor plusz 1 pont jár. Plusz egy pont. Na. Csínybe. Jó, rendben. Hát szerintem akkor mindent tudunk, felzárkóztattuk a népet, kezdjünk bele, mert... Szerintem adjunk egy könyököst akkor neki. Jó van. A lába van a cipő, Memphis, haver velem, nem bírsz. Akkor veled kezdjük, tudod neki. Mit? Te fogod nézni először. Már izzadok is. Innen indulunk. Első kép. Paká! Ó, na várjál. Na ez jó. Ez nagyon jó játék lesz, amúgy. Na, nézgi. A filmet fingom nincs. Amúgy kurvára ismerős a film. De nem tudom, hogy mi ez. És nem mernék tippelni, mert annyira nyilvánvalóan horror, hogy be akarsz húzni a csőbe. Én kérem a következő Nem biztos. Hát lehet, hogy egyébként fordított pszichológiával próbálsz engem megtréfálni. Én most azt fogom csinálni, tehát amikor szoktunk ilyen talált ki videókat csinálni, mindig akkor aki a feladványt nyújtja, közben pofázik állandóan, én most nem merek. Tehát én most átradőlök, és inkább hagyom, hogy kibontak hozzá, nem merek megszólalni. Néma leszek én is, vagy mint egy becsületes politikus. Következik. Igen, olyan néma leszel, mint a fideszes képviselők, amikor a Telex riportereit meglátják. Igen, legalább annyira igen. Néma. Dur! Ó! Ez valami Alien filmnek tűnik, de nem az Alien film, hanem ez valami egészen más. Jézus Mária, valami science fiction egyértelműen, de az a kérdés, hogy horror-e? Az valami UFO? Biztos, hogy UFO. Tudod mit? Szerintem te át akarsz baszni, és szerintem... Azonban nem tudom a filmnek a címét. Egy pontot bukok, hogyha most elmondom. Ja most erre, tehát nézd meg ezt. Ez szerinted milyen műfajba tartozik az, amikor egy embernek nincsen arca? De annyira nyilvánvaló, hogy... Ez egy arc? Igen, na jó, mindegy. Figyelj, hát az volt. Jó, figyelj, én legyen rá... Legyen még egy. Nem merek rátippelni. Jó. Félek, hogy nem láttam ezt a filmet. Csak nem tudom. Szerintem igen. Mik ezek a polip emberek? Milyen figurák ezek? Fingom nincs, de nem horror. Nem horror. Új! És akkor most mennyi? Ez egy pont? Hát ez egy pont. Magadnak. Szomorú egy pont. Én ezt nem vágom. Hát ezt a filmet. Ez miféle? Ez a The Suicide Squad. Mi? A The Suicide Squad. Nem a Suicide Squad, hanem a The Suicide Squad. A James Gunn féle. Én ezt láttam. És ilyenek voltak benne? Persze. Hát pont ezért egyébként azért választottam, mert tudtam, hogy vannak benne annyira groteszk pillanatok. Bazd meg! Nem vágtam le. Akkor láttam a filmet, de nem vágtam. Igen, azt akartam kérdezni, hogy nem emlékszel? Nem láttad? Nem láttad? Ezek nagyon jó képek voltak, te. Nagyon megrángattál. Megcsuklóztattál engem. Akkor... Sokkal jobban, mint szeretem. Akkor most én vagyok, de most mind a ketten félrenéztünk. Annyira becsületes játékosok vagyunk. Messze, vagy a gyerekek, messze menők. Ezért nem vagyunk politikusok. Még. Anyám! Ez nem lesz gyerekjáték. Nem lesz könnyű menet.
Nem lesz mesemóka. Kine talált, bazd meg. De várjál. Csak most azt akarom kérdezni, hogyha mondjuk én hazárdírozok, és azt mondom az első képre, hogy az vagy ez. Hát lehet. Akkor utána még, várjál, utána még szerezhetek pluszpontot azzal, hogy kitálom a filmet esetleg a következő valamelyik képből? Azt lehet-e? Te vagy, aki kitalálta, úgyhogy akkor... Tudod, mit lehessen? Lehet? Igen? Ezzel plusz egy taktikai elem került így ezzel a játékba. Na, odafigyeljen. Vigyázzál. És most ebből te be fogsz... Én ezt láttam, ezt a képet már. Csak nem tudom, hogy hol. Én ezt láttam. Hát ez a ráncos kéze, hogy kipukkantja, igen, ezt a pezsgőt. Ahol kilövellik a fehér anyag valamiből. Az kivételesen most nem erre gondoltam. Rengetegszer láttuk, igen. Nem erre gondoltál? Azt te onnan ismerős. Igen, onnan, persze. Én azt mondom, hogy ez nem horror. Nem horror, igen. Jó, ezt és lehet, most megpróbálok rájönni. Mert biztos benne, hogy láttam is, hogy nem horror, csak még nem tudom, hogy melyik film. Jó, úgyhogy majd megyek tovább. Jó. Ó, hogy... Itt ugye nagyon kegyes voltam egyébként, mert vannak benne szereplők. Várjál. Kegyes vagy, de mégse vagy eléggé kegyes. Kicsit tovább megyek. Ezt már időzünk el rajta. Jó, várjál, gondolom. Jó, várjál. Milyen film lehet ez? Nagyon. Nagyon. Haragudni fogok magamra. Biztos láttam, ugye? Láttam. Biztos, hogy láttam. Nagyot ment annak idején. Aha. Nem. Esküszöm, nem, mondjad, milyen. Ez a Sucker Punch. Sucker Punch. De rühellem azt a filmet. Hadd beszéljek arról, hogy mennyire gyűlölöm azt a Sucker Punch. Figyelj egy kicsit. Utálom. De várjál, akkor neked ez egy pont. Milyen egy pont? 3. Meg kitaláltam elsőre. Ja, bazdik, tényleg. Hallod, ez nem esett le, de ez szép. Igen, ez korrekt. Pont most az utóbbi napokban láttam, hogy ezt a hírt, hogy Zack Snyder akar ebből is egy Snyder Cutot, mert elméletek ebből is van egy Director's Cut, ami megmutatja, hogy nem is annyira szar ez a film. Nem tudom. De miért rühelted? Nézd, milyen képek vannak. Értem, benne. Hogy de ilyen képeket tök látok. Frankok, meg, tök frankok képek voltak meg benne. Nem képen is, de ugye ilyet lát az ember. Szóval, hogy jó, hát én ezt értem, de hát mindegyiket szeretjük is. Na, jó, szeretjük. Akár képen, akár nem képen. Nem, ezt a filmet én valahogy nem... Voltak benne nagyon jó jelenetek, amik itt tök jó voltak megkomponálva, de összességében ez a film számomra ez egy szar volt. Volt benne amplitúdó pedig. Mondjam az amplitúdó, de baszik. Jó, oké, rendben. Akkor megyünk tovább. Oda néz, oda figyeljél. És azt mondom, hogy remélem, iktatod a pontokat? Beiktattam. Töccse. És most betöltöttem. Töccse, döccse. Oda néz. Betöltöttem minden agyamat. Ez egy steak. Micsoda steak? Rare. Medium. Medium. Hát én ezt nem... Ez bazeg... Most ez... Figyelj, egyébként tök jó... Bélnyúlványt így bevasztál a képbe. Te az előbb mutattál egy pezsgőt, én mutatok egy steaket. Igen, egyikünk sem egyszerű eset. Én... De steak, azt jól látom, hogy akkor steak. Igen. Úgy rátippelnék egyet, de tudom, hogy nem lehet. Nem. Hát lehet tippelni. Legyek merész. Figyelj, a nagy jackpot az mindig a merészeknek szolgál. Persze. Akkor én azt mondom, hogy ez... Nem mondom azt. Majdnem kimondtál egy filmet, bazdmeg, amit én is beraktam. Ja, filmet még nem mondjál. Filmet... Be rá akartam mondani. Nem, csak mondjad, hogy horror vagy nem. Kérem a következőt. Jó. Kérem a következőt. Mit csinál ez a jány? Mit csinál? Nézzek. Ja, oké, akkor ezt tudom. Ez horror. Igen. És ez a gonosz halott. Melyik? 13-as. Így van. Igen. Akkor 3 pont. Korrekt! Igen. Hát ez jó volt azért. Azért jó, hogy mentem egyel tovább. Igen. Ja, úristen, ez nem is látszik egyébként, de ugye itt, mindegy, itt van a ház. Csak így elmondom neked. Lehet, hogy a Campről... Azért ez egy fekete kép, igen. A Campről a törölközőt el kellett volna hozni, lehet, hogy neked is alá kellett volna bújni, így a monitorra rádomni, de... Ez 3 pont. Akkor átvettem a vezetést. Az érre törtem. Hogy vetted át a vezetést? Mert előzőben 1 volt, most meg 3. Akkor igen. Az érre törtem. Ja, mert nekem mennyi van? Nekem csak 3 van, ugye? Neked csak 3 van. Mekkora csicska vagyok. Szerény. Hát, pedig a lábamon a cipő Memphis. És gyenge, még így is. Gyenge. Nagyon kevés. Na jó. Nagyon kevés. Na. Durrancsuk oda, 2-es? Aha. De jó, hogy neked van vized, én nem hoztam be. Kurva életbe. Kérsz egy kicsit belőle? Nem kell a könyöradomány. Na. Ez egy ilyen drive-in. Itt jönnek görkoriba ki a bulákok. Na, itt tippelje be. Nagy legény. Most legyél egyébként felnőtt ember. Húzzad ki magad.
Na most mondjad be a három pontos nagyot. Nem, most már azért nem fogok. Ebből nem fogod tudni. Nem fogok annyit azért most hazárdírozni, azért ez nem olyan. Ez a játék azért az vérre megy. Első körben szép volt. Nehéz, mi? Gondolok egy filmre, de nem mondom még. Akkor menjél tovább. Gondolok egy filmet, de szerintem azt nem raknád be. Amúgy nem raknád ide az orrom elé. Ezt sem lehet tudni. Ó, anyám! Ó, anyám! Várjál! Nincs meg? Ó, Istenem! Hát a faszi az megvan, de ó, bazd meg! Ez a tipik. Tipik mellék karakter. Szerintem... Szájt köcsög. Én nem fogok tovább itt szarakodni. Én megpróbálom... Szarozzál nyugodtan. Aj, bassza. Minden, megyek még egyet, jó? Hát, ha menjél, akkor... menjél! Erősen. Mi? Hogy kell ezt nézni? Ki ez? Meg jó, hogy alatt mi ez? 480p? Vagy még annál? Mi ez? Hát nem tudom kivenni. 720p, csak hatalmas a monitor. Nem tudom kivenni. Ja, igen, lehet. Nem tudom kivenni egyszerűen. De hát, mit nem tudsz kivenni? Ott térdel egy csávó. De a faszinak az arcát, hogy ki az? Hát pont azért ilyen a kép. Hát most kicsit zoomolj rá, egyébként látszik, hogy ki az. Horror? Horror. Nem. Kurva életbe vagy. A második képnél azt akartam mondani, hogy nem horror, és most viszont itt a harmadikra itt teljesen összezavarodtam. Mi a faszom ez? Ez a zodiákus. Ja, hát az egyébként thriller, és akkor nem, jó, oké, okay, jó. Úgy, direkt úgy néztem, hogy egyébként nincsen feltüntetve, hogy ez bármi. Aha. Szép, jó. Sötét film, és ez, ja, miért nyúlok a telefonomhoz, ne haragudj, ez nulla. ezért kár a telefonodhoz nyúlni, nulláért nem nyúlunk a telefonunkhoz. Ugyanazt mondom, mint amit a főnök szokott nekem mondani nap végén, ez egy nulla. Végre mondhatod. Lássuk a következőt. Jó. Ezt is szoktam még mondani. Neked volt már kettő akkor, ugye? Igen, aha. Akkor most jönk a harmadiknál. Jó. Mi ez? Látod, én akkora képet hozok neked, hallod? Háttérképnek be tudod állítani, mert olyan geci nagy. Le tudsz olvasni a izéről, a cetlikről információkat. Horror. Ezt kijelented? Igen. Megjelöljük, vágó úr? Igen. Jó. Az. És ez a vadászat? Nem. Nem az? Nem. Oh. Nem. Nagyon bátor voltam most, bassza meg. De mindegy. Elárulod, hogy mi? Vagy nézzük meg a többi képet még akkor. Igen, de nem gyorsan rámondtad. Nem tippelek filmcímeket. Azt hittem, hogy egyből levágtam. Ennyiből azt hittem. Nem kellett volna. Hát igen. Túl előre mentem, de így is három pont. Nem, egyből nincs meg. Hú. Mondjuk ez ismerős, de... Ebből sincs meg. Nyilvás. Ex. Komolyan? Próbáltam olyan képeket kiválogatni, ami, tehát hogy egyébként ezekből így egyáltalán nem. Ez gondoltam, hogy hátha, hogy ugye ez egy fontos elem, hogy van neki ez a kis kereszt. És az elején voltak egy benzinkúton. Mindig vannak benzinkúton. Bazzeg. Mindig. Amúgy akkor ezt bemákoltam, én a vadászatra gondoltam. Aha, nem. És én ezen gondolkodtam, hogy nem kéne megadnom elsőnek ezt a benzinkutasat, mert mondom, a benzinkút az ugye ez annyira fixen horroros téma. De megpróbáltam. Ezt nem mertem, mert úgy voltam vele, hogy ezt úgy is fogod tudni. Nem, mert akkor... nem. Hát mindegy, látod, megint... Keresztekre nem túl nézem, azok úgy izé. Túl taktikáztam a dolgot. Szemellenzővel nézem a kereszteket. Én ne. Adjál rá egy nagyot. Na ez ki ez a tökfej? Ki ez a tökfej, gyerek? Na, emlékszel rá? Ki ez a fokhagymagedő? Töklámpás kurvanya. Ki vagy te? Ez nem az én játékom. Én most teljesen megvök zavarodva. Á, mennyi fog ez? Menni a faszomat, megyek tovább. Hát most menni fog. Nem merek rá hibát, vagy nem rá... Mi ez? Mi történik itt? Hát teljesen más, az... teljesen ellentétes kép, mint az előző. És mégis nagy jelentősége van. A kurva életben. Nincs meg? Én nem láttam ezt a filmet. De biztos, hogy láttad ezt a filmet? Nem láttam. 100%-ig láttad. Láttam. Hogy ne láttad volna. Itt rohadjak meg a pad alatt. Megyek, ugye, megyek nem, még nem egyet. Kjáci, ez nagyon jó. Ez szép. Bazd meg. Jó, akkor figyelj, akkor most mondom, hogy akkor az egy pont lesz, és kettő pontom lesz akkor, mert egy pont, hogy nem horror, és a kettő még az, hogy ez a Batman. Batman, igen. Az a 2022-es Batman. Igen, igen. Baszni. Ez így nincs meg. Tehát ezek... Ezt úgy letámadtam, basszus, úgy voltam el, hogy ezt berakom, és hogyha nem tudja, ugye akkor ezt egyszer láttam. Akkor ez egy dupla csavar. Ezt csak egyszer láttam, azért megmondom őszintén, ez így nem maradt meg ez a Pattinson fejű. Jó. Szép.
Jó, maga jó. Lehetett volna szebb. Megdicsőrtem. Azt hittem legalább engem. Nem lehetett volna szebb is, de hát ez van. Négyes kép következik. Doppergést kérünk. Adjuk be. Mindenki most otthon. A készülékek előtt csinálja a doppergést, és beadjuk a képet. Bum! Hú, ez nagyon ismerős. Ezt tudom. Ez egy vígjáték. Én már most rávágom, hogy ez nem horror. Ez egy vígjáték. És itt fest a csaj, és ez egy megint egy Dilis Amcsi film, vagy micsoda? Az! Jój, Aron! Én abban bíztam, ezt nem láttam annyiszor ezt a filmet. Nem láttam annyiszor, szerintem kétszer láttam összesen, de ez megvan, mert itt valami dühösen festett a meg én egyszer láttam gyerekkoromban, nem is emlékeztem erre a jelenetre, azt, hogy megláttam, mondom, én ezt berakom. Hú, te! Írd be ezt a 4 pontot, hát ez egy csúfos vereség, gyerekek, csúfos vereség. Szétromboltam. Ez a következő kép, gondolom, akkor itt az lett volna, hogy ezt nem tud, erről nem tudtad volna. Erről nem tudtam. Na, mindjárt gondoltam, nagyon jó. Hú, ez a Liza Dusko. Nem, az szerintem. Nem az? Az nem. Menj már vissza, nem. Pedig lehetne az is. Lehetne. Amúgy ez a Dusko az igen. Nem? Igen. Ja, meg a itt pedig már izében. Jakban itt vannak. Jó, hát akkor figyelj, ezzel meg vagyunk, ez nem volt egy nagy eresztés. Na. Szerettem volna menő lenni, de most ezt benyomtam. Nekem a 4-es jön, vagy az 5-ös? Nagyot nőttem az ember. Szerintem a 4-es jön. Nézzük meg még egyszer a 4-es. Szerintem ez jön most. Ó, igen. Igen. Másik trükkös játékos. Másik trükkös játékos. Hol vagyunk? Próbáld meg! Ilyen... Valahol Európában vagyunk. Igen, ilyen műtörténeti szemben. Igen, ez az építészet, meg ezek a stukkók, ezek alapján úgy állapítom meg, hogy egyébként szerintem itt Kelet-Németországban járunk, valamikor így a 80-as évek környékén. Én nem merem ráverni azonnal. Erre azért nem... Ilyen nagy, tartogass. Ilyen nagy oszlopokra nem szoktam. Könnyebben van műsor belőle, hogyha tovább. Tart. Igen, rögtön a manisátot nem fogjuk itt az elején ellőni. Jó, még egyet ugrunk. Kelet-Németországot mondtál? De lehet ez délabbra is. Jó, most már látom, ez Olaszország. Ó! Ez Olaszország, igen. Megállapítottam, hogy Olaszország, uh-huh. És ez bizonyára, ez nem horror. Mondod ezt? Mondom most. De horror? Nem, geci, nem áll. Nem áll, azért. Hát itt pusztulok meg. Hát nem hiszem, nem azok. Már minden kollégám, hát által kitalálom, hogy mi ez. Nincs meg? Bíbor folyók. De ez nem Olaszországban játszódik. Szabad a gazda? Igen. Ez a Hannibal. És ez Firenze. Nem kis filmet hoztam amúgy, tehát nem mondhatod azt, hogy most bazeg a csótányozóban. De várj, ilyenkor várom azt, amikor majd valaki be fog kommentelni, a Hannibal nem is horror! Dehogy nem horror, gyerekek, hagyjatok már békén. Ilyenkor vannak az ilyen kommentek, a Hannibal, ne foglalkozz, ez nem horror. Nyersen megeszik bazeg. Hát ez, figyelj, ne nyúj a telefonodhoz. Ja, tényleg. Ne nyúj hozzá. Dobd el a gecibe. Hát ez nagyon kifog rajtam. Nagyon, ez egy csúfos vereség. Ez egy nehéz játék. Az lesz ennek a videónak a címe, hogy csúfos vereségem története. És így lesz kiírva az elején. Ötös kép következik. Boom! Nagyon jó. Tessék, de akartam kedvezni. Á, nagyon jó. Én köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Most egy, tehát hogyha pontozni kéne, akkor most egy ponttal jobban érzem magam. Tudnék tippelni. De szeretném megnézni a következő képet. Jó. Várjál még várjál. Még nézed. Várjál. Még azért gondold át, biztos szeretnéd a következő képet megnézni? Lementem neked, elküldöm. Vagy most ez a mentális fotót megcsináltad? Igen, jó, megvan. Dur! Igen, már az előzőben megvolt. Előzőben megvolt nekem. Hogy ez így csoda? Nem tudom, hogy miért, de az megvolt nekem abból. Komolyan? Most már betippelem, mert már nem akarok pontot veszteni. Ez a Project X. Az igen. És ez nem horror. Nem hát, mondom, ez de jó, found footage, csak ilyen próbálom, hogy közben a mindsetemet szeretném, akkor is nem mondom, hogy a found footage film, kicsit megviccellek, hogy akkor abból, és akkor fiam, mutattam volna az utolsó képet, hát ez tuti horror, minden, faszom gondolta, hogy te a Project X-re így emlékszel. Nem tudom, hogy miért, de egyébként az első képből abszolút meg. De miért emlékszel ezekre a Tróger filmekre, hogy már megint egy Dilis Amcsi, meg a Project X, úgy bíztam benne, hogy nem emlékszel ezekre. Nem már. Kiderül a végén, nem is vagyok egyébként annyira horroros, inkább mindenes vagyok. Mindenes, baszik.
Én nem tudom erre mire emlékeztem. Nekem meg az tudom kiderül, hogy végén nem mindenes, semmilyenes vagyok. De semmi nem érdekel. Én ránéztem a képre, és egyből az volt a fejemben, hogy Project X. Édes Isten. Beugrott a fejembe ez a név, ez így, nem tudom. Hogy állunk? 14-5. Fú, bazzeg. Hát ez nagyobb szopás, mint a Fradinak a Ferroer szigeteken. Hogy jelent, Kis klavis? Pedig meg kell tanulni, a nevüket, mert be fognak jutni a BL-be, aztán akkor majd csak lesünk. Na jó, hát akkor... Nem a címeket nyitott. Nézzük meg! Nekem azt sem fog segíteni a címeket megnyitni. Nézzük meg az utcsót, ez hát ha visszahoz téged az életbe. Kik ezek a disznók? De azért megint az, hogy arcokat nem tudok kivenni, mert pixeles. Mondjuk nem, mintha segítene. Bár lehet, hogy segít. Ezek itt uszikáznak. Lurkók. Ki tudja, mi történik a néz alatt? Faszom, nekem már úgyis mindegy, megyek tovább. Nehéz. Mi a faszom ez? Ott egy gruppen van az autóban egyébként. Gruppen van az autó. Ezt a persze. Filmet tuti nem láttam. Ott abban a Trabant van, abban biztos, éppen. Biztos, hogy nem láttam. Hány álló fasz fér bele egy Trabantba? Ez nem maradjuk üresen. Megyek a következő, tök mindegy már. Ez a Rooney Mara, vagy hogy hívják a színésznőt? Hogy? Nem tudom, hogy hívják. De lehet, hogy nem. Tudom, hogy néz ki, de nem tudom, hogy hívják. Nem tudom. Nem láttam, de horror? Horror. Nem horror. Nem horror. Mi ez? Ez 127 óra. Láttad amúgy. Hogy ne láttam volna? És abban van ilyen? Van ilyen, igen. Van ez a gruppi? Van. Még közelebbről is van ilyen gruppi. Jaj, hát itt a James Franco. Itt a James Franco. Hát, de most érted, pixelesen nem ismerem meg a James Franco-t. Emlékszem, amikor itt izé úszkálnak. Ez nincs meg. Ez egy ilyen visszaemlékezés, amikor úgy van vele, tudom, hogy... Tudom, amikor visszaemlékszik az életére, hogy ez nekem ez kimaradt. Abból cápáztam. Nem tudom. Pont azért került bele, mert gondoltam, hogy megzavar. Hát ez megzavart, mert én ilyenre nem emlékszem. De erre sem. Ez meg nézi vissza a kamerán. Próbál magához. Gyerekek, ez egy olyan játék lesz, amit én nem fogok visszanézni a kamerán, vágás közben is egyébként csak sírdogálni fogok. Hát nem ez mennyi lett a vége? 14-5. Nem kellett most se. Tehát az utóbbi 10 percben te nem nagyon értél. Hát, nem baj. Ez ennyi volt. Hát van ilyen, büszkén kell viselni a vereséget, én nem tudom az, hogy kell, de megpróbálkozom vele. Jó, egyébként jó volt, érdekes volt. Sok mindent volt. Lehet erre mondani, persze, de nem szabad téged bántani, igazából szerintem engem kéne magasztalni, mert itt nem arról volt szó, hogy valaki csúfos, nagyon gáz, nagyon rossz teljesítmény nyújtott volna, hanem valaki kiemelkedő volt. És ugye vannak emberek, ki? Akik nem tudják, hogy milyen az, hogy győzni. Hát ugye én voltam, nem vagyok. Végelemben az igazi győztes azért vagyok én, mert olyan jól válogattam a képeket, tehát hogy azért olyan profin válogattam, hogy te abból tudtál nyerni. Na, jó, igen, te most szarul válogattad a képeket, ez a végeredmény amúgy. Tehát az igazi győztes valójában a néző. Meg igen, te is győztes vagy, de hát hogyha relációs eredet kéne állítani, akkor egyébként én vagyok az igazi győztes. Tegyük hát, hozzá, ez de, van. De nagyon jó. Jó kis játék volt egyébként. A játékot amúgy hozzá kell tennem, hogy játszinnak köszönöm. Mert ő adta a tippet. Oh, Jácint. Kedves nézők, Jácint! Jácint, nagyon nagy király vagy. Jácint, nagyot játszottál. Úgyhogy ez lett volna akkor most szerintem. Ez király volt. Jó volt. Azért csak mert én igen, másképp mennem. Jó volt, izgalmas játék volt egyébként. Hogyha hasonló játékokat akartok tőlünk látni, írjátok meg kommentben, és a részvét nyilvánításokat is nagyon szívesen fogadom. Nagyon szeretjük. A pólót pedig nem emlékszem, hogy hol vettem. Sziasztok.